A bajnoki szünetet követően a Cegléd elleni mérkőzéssel folytatja bajnoki szereplését a DVT Kelger együttese. A mérkőzés akár mérföldkő is lehet a kiesés szempontjából. Ti hogyan tekintetek a találkozóra, milyen várakozásokkal készültek erre a mérkőzésre? Így van, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen meghatározó mérkőzés a számunkra, hiszen elég sok mindenről fog dönteni ez a mérkőzés, és ennek tekintetében elég komolyan készülünk erre a találkozóra. Mit gondolsz, mentálisan, vagy inkább taktikailag kell jobban felkészülni egy ilyen mérkőzésre? Én úgy gondolom, hogy is mentálisan is nagyon fontos, hogy tudják a játékosok, hogy miről van szó, illetve taktikailag is szeretnénk minél jobb megoldásokat találni a Cegléd játéka ellen. Gondolom, hogy megfelelően feltérképeztétek már az ellenfelet. Az őszi mérkőzéshez képest mit gondolsz, mennyire alakult át a Cegléd tavaszra? Ez valamennyire más lesz, hiszen edzőt cseréltek, időközben Nagy Karcsi lett újra az edzőjük, és azért az hozhat nekik egy kis új lendületet, új szint. Reméljük, hogy meg fogjuk tudni őket állítani.